Istennek hívnak, és a 3D-től jöttem, és mindjárt lesz képünk is. És hát a 3D nyomtatásról beszélnék egy kicsit, nem feltétlenül arról, ami jelenleg zajlik, azzal valószínűleg már találkoztatok, mindenki látott ilyen gépet, nagyjából cipős doboz méretben tudnak műanyagból ilyen-olyan minőségben tárgyakat csinálni. Viszont ennél azért jóval előrébb tart most a technológia. Kicsit a történetéről azt hinnék, hogy ez egy 21. századi dolog, pedig a 80-as években kezdődött el. Nagyjából a személyi számítógépek elterjedésével egy időben, illetve az internet még nem polgári célú bevezetésével. Ma ott tart, hogy már minden bulvár blogon találkozhatunk vele. Az a görbe az gyakorlatilag a diszruptív technológiákra jellemző görbe. Ezen még a csúcsponton található 3D nyomtatás otthoni alkalmazása, 2013-os grafikonról van szó, akkor robbant ez a hype, akkor szkennelték be Obamát, nyomtatták ki, mondtak ilyen butaságokat, hogy ez visszahozza majd a gyártást Amerikába. Most már az alján vagyunk, hát vége ennek a hype-nak, kipukkadt a lufi, nem kell minden otthonban 3D nyomtató, nem lesz minden embernek szüksége 3D nyomtatóra. Viszont a hype mögött elindul a valódi fejlődés, ami majd az ipar 4.0-hoz vezet, amikor a nagy gyárak helyett nagy 3D nyomtatókkal felszerelt csarnokok fogják termelni a termékeket. A Wall Street Report szerint 21 milliárd dolláros biznisz lesz majd 2020-ra a 3D nyomtatás. Ezt megelőlegezi az, hogy a GE, Boeing, Audi, BMW már sorozatgyártásban használják ezeket a gépeket. Nyilván nem a cipős doboz méretű kis műanyag nyomtatókról van szó. Pedig ez a legjellemzőbb egyébként a szálolvasztásos technológia, ez volt a legelső és legolcsóbbak, a legtöbb féle műanyaggal tudnak egyébként dolgozni. A fejlődés azóta viszont több irányba ment el. Egyrészt szükség volt precizitásra. Aki fogott már kezébe ilyen hagyományos nyomtatóval készült tárgyakat, az érezte, hogy csúnya a felületük, mint egy bakelitlemez barázdái, érezzük rajta ezeket a rétegvonalakat, egyáltalán nem végtermék minőségű még ez a dolog, tehát megjelentek a jóval precízebb gépek, fotopolimerekkel dolgozó sztereolitográfiás masinák. Gyakorlatilag fényérzékeny műgyanta itt az alapanyag, 405 nanométer hullámhosszúságú fényre térhálósodik ez az anyag, ahol nem éri ez a fény, ott pedig marad ilyen zselés trutyi. Ezzel akár 10 mikronos, tehát jóval finomabb felbontásban lehet dolgozni, mint mondjuk a műanyag szálas testvéreivel. Aztán felmerült az igény nagyobb alkatrészek gyártására is, itt már a lézerszinterezéses és lézerolvasztásos technológiák jelentek meg. Ezek a gépek akár már fémmel is tudnak dolgozni. Egy másik irányba is elment a fejlődés, aki látott ilyen gépet már működés közben, bár rapid prototípus gyártó kütyüknek hívják őket, azért ezek valami lassúak. Tehát még egy telefontokot is másfél óra alatt nyomtat ki, egy tényleg cipős doboz méretű makettet előfordulhat, hogy 30-40 óra alatt. Viszont annyira egyszerű masinákról van szó, hogy be lehet belőle szerezni akár 200 darabot is, nem csak egy darabot, így már 200-szorosára növekszik a kapacitás, ugyanúgy egyedi alkatrészgyártásra alkalmas, tehát 200 különböző telefontokat tudunk mondjuk legyártani másfél óra alatt. Viszont eléggé operátorigényesek ezek a masinák, néha ki kell takarítani, vagy bevenni a darabot, stb. Éppen ezért egy másik igény is felmerült, hogy ne kelljen mondjuk minden egyes géphez dedikálni egy embert, aki ezt üzemelteti. Különböző okos megoldásokkal távfelügyeleti rendszerek elérhetőek már ezekhez a gépekhez. Konkrétan egy operátor akár 100 gépet is el tud látni, telefonon üzenetet kap, hogyha bármilyen üzemzavar történt, élő webkamera képen ránézhet a nyomtatásokra, kis optikai szenzorok figyelik a gép működését, hogyha esetleg lépést hagy ki a motor, vagy elakad benne az alapanyag, azonnal szünetelteti a nyomtatást, üzemelteti, vagy értesíti az operátort, és a szükséges be is tud avatkozni. Így elméletileg semmilyen nyomatot nem tudunk elbukni, akkor sem, hogyha felügyelet nélkül hagyjuk a gépet. A gyakorlatban azért nem ennyire szépen működik, mindesetre sokkal egyszerűbb, mint a hagyományos kis masinákkal. Egy ilyen központosított kis digitális gyártó farmal, akár már kis szériával sorozatokat is lehet gyártani, akár több száz darabos szériát néhány nap alatt. Ez még fröccsöntő szerszám gyártását nem igényelni, vagy legalábbis nem térülne meg. Ráadásul teljesen egyedi alkatrészeket gyárthatunk, tehát az 500 telefontok mondjuk az lehet teljesen különböző. Viszont jellemzően ezek az anyagok azért még nem bírnak olyan sokat, bár a gyártásban bőven elég, nem feltétlenül végtermékgyártásról beszélünk. Köszönöm.
Nem feltétlenül a végtermékek gyártásáról beszélünk. A képen látható alkatrészek egy autóipari beszállítónak készültek. Ők a gyártást segítő alkatrészeket készítik 3D nyomtatóval, hiszen ezek az olcsó gépek nem tudják azt a minőséget, amire nekik szükségük van. Viszont olyan olcsó üzemeltetési költségekkel dolgoznak, konkrétan ilyen 5 és 10 forint közötti grammonkénti áron, hogy a korábban CNC-zéssel vagy esetleg vákuumformázással készített alkatrészeket most már nyomtatják néhány óra alatt, tehát a mérnök asztalán, amit nappal megtervezett, az másnapra már kipróbálható. Jellemzően kis szériában van szükség ilyen egyedi mérősablonokra, jigekre, gauge-ekre. Ezeket korábban mondjuk egy több műanyagból kifaragtatták egy CNC masinával, most már inkább nyomtatják őket. Amikor kevés lesz a műanyag, jellemzően mondjuk a repülő és az autóiparban van szükség különlegesen erős műanyag szerkezetekre, vagy akár kompozitokra. Kompozitot még nem tudnak nyomtatni ezek az egyszerű nyomtatók, karbon alkatrészekhez a sablonokat viszont már el tudják készíteni, kivéve a képen látható alkatrészeket, ezek nyomtatóval készültek és kompozit alkatrészek, az alumíniummal megegyező erősségűek. A sárga színű szálerősítés a szélén az kevlár szál az alkatrészekben, a sötétebb pedig karbon szál. Ezt egy kétfejes nyomtató készíti a képen látható Markforged masina. Két feje van, az egyik az olyan, mint egy sima műanyag nyomtatója, ami poliamidot, nejlont olvaszt meg és szépen rajzol rétegről rétegre. A másik fej viszont folyamatosan, szoftveresen vezérelt útvonalon kevlár, karbon vagy üvegszálat tud belefektetni a még olvadt műanyagba. Ezzel és azzal, hogy ezt a szálirányt szoftveresen vezérelni tudjuk, nyilván az alkatrészre ható nyomatékok függvényében, tényleg olyan erős alkatrészeket lehet készíteni, mint az alumínium, töredék költségen, akár egy íróasztalon, ráadásul szabályozott belső szerkezettel, tehát nem biztos, hogy minden irányban olyan beépített anyagmennyiségre van szükségünk, vagy olyan szálerősítésre, ami mondjuk egy öntvény esetében a technológiából következően adott. Itt szoftveresen tudjuk tervezni azt is, hogy milyen irányba, milyen nyomatékokat tudjon mondjuk felvenni egy alkatrész. Egy másik technológia, hogy ez a folyadékos nyomtatásnak szokás hívni a sztereolitográfiát, szintén egyébként a 80-as években fejlesztették ki az eljárást, mára vált olyan elérhető szintre és olyan minőségűvé, hogy már tényleg a mérnökök, művészek asztalán is helyet kap. Itt is az anyagok fejlesztése, illetve kutatása zajlik jelenleg. Hagyományosan ezek a gépek csak prototípus gyártásra, ékszerészeti, fogászati minták készítésére voltak jók, mégpedig azért, mert baromi gyenge volt az alapanyag. Műgyanta volt ez a zselé, az alkatrész is műgyanta volt, 50 fokon ez már felpuhult, elkopott, a körmünkkel be tudtuk volna nyomni. Ma már olyan anyagok léteznek ehhez az eljáráshoz is, ami például 300 fokig hőálló, vagy vezeti az elektromosságot, vagy kiégethető salak nélkül, mint az ékszerészviasz. Tehát nagy felbontásban is, most már nyilván ilyen kisebb léptékben, de bárki gyárthat nagyon precíz alkatrészeket is. Ahogy ez a képen látszik, kicsit bonyolultabb a nyomtató használata, mint a műanyag szálas gépeké, ilyen-olyan oldószereket, vegyszereket is kell hozzá használni. Minden esetben nagyon egyszerű, már tényleg bárki számára elérhető. Itt a képen látszik, ez egy körülbelül 3 cm-es alkatrész, apró, pici, 1 mm-es csapokkal a belsejében, 100 mm-es hézagokkal, ezt egy ilyen fotopolimeres gép köpte ki magából, gyakorlatilag digitális textilről beszélünk már. A további képen már nagy szilárdságú ABS alkatrészek, vagy ABS-en megegyező szilárdságú alkatrészek láthatók szintén ezzel a műnyantás technológiával. Korábban ez az eljárás azért szorult háttérbe, mert nem tudott megfelelő minőségű anyagokkal dolgozni. És a 3D nyomtatás csúcsa mondjuk a lézerszinterezés, illetve hőszinterezés. Ezekkel az eljárásokkal már fröccsöntött minőségű tárgyak készíthetőek el, bármilyen szerkezettel. Ugye itt nem műanyag szálolvasztásról, nem folyadék UV-fénnyel történő térhálósításról van szó, hanem nagy teljesítményű lézerekkel porszemcsénként olvasztjuk össze a műanyagot. Ilyen komplex szerkezeteket is lehet vele készíteni. Ugyanez fémmel is működik, olyan dolgokat lehet fémből készíteni, amit korábban sehogy nem lehetett volna, és az át fogja formálni az egész ipari termék és formatervezésünket. Korábban egy alkatrésznek azért volt olyan a formája, amilyen, mert ilyen volt a gyártás technológia. Öntészet, CNC forgácsolás, stb. Nem pedig azért, amilyen erők hatottak erre az alkatrészre. Ez az alkatrész egy milligrammal több fémet nem tartalmaz, mint amennyit igényelnek a keresztmetszetben ébredő feszültségek. Tehát ez konkrétan a nyomaték áprája tervezte meg ezt a fém alkatrészt, és egy fém nyomtató pedig szépen rétegről rétegre kinyomtatta. Valószínűleg így fognak kinézni
változni majd a tartószerkezetek a jövőben, sokkal hatékonyabb megoldásokat lehet csinálni, és kevesebb beépített anyaga. Ahhoz viszont, hogy ez bekerüljön majd a jövő mérnökeinek a kelléktárába, meg kell őket tanítani erre, nem gyártás technológiára kell tervezniük, hanem igénybevételekre kell majd tervezniük, és ahhoz, hogy ezt meg tudják tanulni, gyakorlatilag egy új tervezési módszertant kell elsajátítaniuk. A 3D nyomtatásra ugyanis már nincsenek olyan korlátok, amik a hagyományos gyártás technológiával lehetett volna. És egyébként ezzel is foglalkozunk, hogy ezeket a technológiákat oktatjuk a 3D Akadémián. Köszönöm a figyelmet! A fémesről beszélünk? Mondjuk, hogy 2 millió euróért már lehet egész jó gépet kapni. Tehát még nem elérhető. A GE egyébként most 80 darab ilyen méregdrága masinát vett, tehát ott már elindult ez az Industry 4.0, hogy ők sorozatgyártásban egyébként nem csak a GE, a Rolls-Royce, a Lockheed Martin, például a repülőgépek titán turbina lapátjait már nyomtatóval készítik. Egész egyszerűen olcsóbb, mint máshogy csinálni. A műanyag száraz gépet mondjuk egy laptop áráért lehet már venni 1-200 000 forintért. Ez a sztereolitográfiás folyadékból, nagy felbontásban nyomtatós dolog az mondjuk 1 millió forint körül van. A lézer szinterezés műanyagporral az mondjuk olyan 100 millió forint körül, és a fém a csúcs nyilván az a több millió eurós gépek. Igen? Nálunk is lehet nyomtatni, meg egy csomó más cégnél is egyébként, tehát ez szolgáltatás szinten a fémnyomtatás is elérhető itthon. Az országban van egy 4-5 darab fémnyomtató egyébként, ami már elérhető, abból 2 az Audi-nál. Jó, de valamilyen szépen kinéző dolgok? Azt már nagyon sok helyen. Tehát és szerintem pár év és a digitális nyomdákban ez megjelenik, mint szolgáltatás, hiszen ott keresnék, én is ott keresném, hogyha szükségem van ilyesmire. Igen? A cementbázisú ilyen épületvétépi nyomtatás, arról milyen információi vannak, az hogyan áll? Mert mondjuk egy vagy két céget tudok igazából, egy kínait meg egy korábban Igen, az olasz az a VASP, a kínai cég nevét nem tudom. Személy szerint én nem tartom ezt jó ötletnek. Mármint a építész vagyok eredetileg, a háznyomtatás az egy nagyon izgalmas dolog lesz. Nem úgy, hogy egy ilyen asztali 3D nyomtatót mondjuk egy toronydalú méretre felnagyítunk és egy betonpumpát rakunk rá. Mert az említett két megoldás az ezt csinálja gyakorlatilag. Marha nagy gép egy betonpumpával. Van egy érdekes projekt, egy spanyol PhD-s hallgató a Barcelonai Műegyetemen csinálta, ő pici autonóm robotokat fejlesztett, amelyeket be lehet rakni egy kamion belsejébe, kiengedik az építési területre, és van 3-4 vagy 5 féle robot, egyébként drónok is közöttük, és autonóm módon, de mégis rajban kommunikálva egymással építik fel a házat. Valamelyik csak alapotás, valamelyik csak betontinnyektár, valamelyik felmászik a falra, és például kompozittal vonja be a betont, hogy erősebb legyen. Tehát épület léptékben már szerintem inkább az apró, pici, sok, esetleg rajban kommunikáló drón, robot, ami megoldás lesz, semmiképpen nem az, hogy egy 120 méter magas 3D nyomtatót egy betonpumpával felépítenek a helyszínen. Hogy közvetlenül kapcsolódó kérdés hozzá, hogy a fémnyomtatás, mondjuk a vasszerelési munkákat vajon át tudja venni belátó időn belül? De az egy nagyon időigényes és költséges része a kivitelezésnek, és hogyha azt mondjuk, 3D nyomtatással lehet megoldani, az lehet, hogy viszont megérni még a tornáli töltetés. Így van, ez egy másfajta fémnyomtatási eljárás lesz, gyakorlatilag ilyen fogyóelektródás hegesztésről beszélünk, amikor egy robot karra rárögzítik ezt a hegesztőberendezést. A fémnyomtatás olyan szinten tudja megkönnyíteni a helyszíni fémszerelési munkákat, hogy minimalizálja a helyszíni hegesztést, illesztést, fúrást, faragást, ami egyébként a legdrágább, meg legidőigényesebb rész. Az előregyártást lehet vele maximalizálni, tehát olyan egyedi csomópontokat, egyedi alkatrészeket lehet még a fémnyomtató üzemben elkészíteni, hogy a helyszínen már csak összeszerelésre legyen szükség. Ehhez viszont tényleg az kell, hogy mikronpontossággal legyenek legyártva az alkatrészek, ne az legyen, hogy a helyszínen kell flexelni, feszítgetni, csavarozni. Igen? És a kompozit anyagoknak például a minőség az mennyire megbízható? Tehát, hogy mondod, hogy már repülőgépnek a hajtóművét azt
használhatják például, hogy gondolom fény, vagy nem tudom. Igen, az titán volt készült. De mondjuk a fotográfia, hogy nyilván egy elég fontos szempont, hogy most megmutató, vagy nem, tehát a végeredményen most. Nyilván a kompozitok, ezek az olcsó műanyagos kompozitok, amikről beszéltem, ezek még nem kerülnek be repülőgépekbe, mint alkatrész, mert nem kaptak meg semmi olyan minősítést. Ez azért bonyolultabb, mert ezek a kompozitok nem izotróp szerkezetűek, mint mondjuk egy hagyományos karbon alkatrész, ami minden irányba azonos feszültségeket tud felvenni. Ugye egy vízszintes rétegekben rakja a szálat is a masina, nem csak a műanyagot. Tehát kicsit olyan a szerkezet, mint mondjuk a természetes fának, ami szálirányjal párhuzamosan egész máshogy viselkedik, mint arra merőlegesen. Ezek könnyebben elnyíródnak nyilván szálirányjal párhuzamosan, tehát az erőket is csak vízszintesíkban, ilyen keresztmetszeteken tudják hatékonyan felvenni. Tehát repülőgépfázat még nem lehet belőle nyomtatni, ez így van. Viszont nagyon sok alkatrészt, ami egyébként sokkal drágább lenne hagyományos karbon eljárással, azt el lehet belőle készíteni. Oké, akkor köszi szépen a figyelmet, és hátszolom kérdezőt.